Hát jó estét kívánunk. Nem tudom, muszáj azt mondom, hogy barátom Jeles András. Kicsit meg is vagyok hatva, mert nagyon-nagyon régen együtt kezdtük a magunk különböző pályáját. András az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem amatőr filmklubjában készítette első vagy egyik első amatőr filmjét. Hát az elsőt is, meg utána még a többi tovább. Elsőt is. Igen. És hát én meg ott kezdtem el a filmtörténészi írásaimat. De hát azóta elég sok idő eltelt, ez a 60-as évek közepén, 66-67-ben volt. És András 10 évvel később elkészítette a filmgyárban az első nagyjátékfilmjét, a Kis Valentinót, amit most fogunk látni. Ahogy szoktuk, most arról beszélnénk, ami a film születése és azt megelőző, az körül lévő dolgok, magáról a filmről pedig a film után, mert András visszajön a film végére, tehát utána is rendelkezésre állunk, illetve ülünk, mert akkor majd hozunk ide széket. András, mit csináltál abban a 10 évben, ami eltelt az amatőr filmklub és az első filmgyári filmet között? Nekem az utóbbi 60 év ugye az egybe összemosódik, úgyhogy ez ilyen részletességgel nehéz volna erről beszámolnom. Hát nem is tudom, hát mindenféle. Mondok egy teljesen közönséges kérdést, például muszáj volt neked is, mint a Keleti Márton második asszisztenseként kezdeni filmgyári pályádat? Igen, én a Szalkai első asszisztense lehettem, de ez itt ilyen általános derültséget nem okoz. Nem tudják, hogy ki volt Szalkai Igen, Sándor. Nem tudják. Nagyon nagy figura volt, állítólag a Hesko azt mondta, hogy revolverrel jött felvételizni, és utána különböző revolverekkel járt kell a filmgyárba is, igen. Nagyon aranyos, a Balázsovics egészen varázslatosan utánozta, hát így ez így semmit nem mond nekünk, a régieknek. Igen, szóval a Keletinek azért, ha az asszisztens lehettem volna, valószínűleg az tanulságosabb lett volna. Ez egészen burleszk-szerű volt. És ezzel az egy asszisztenséggel megúsztad? Aztán még másodasszisztens is lehettem már valahol, nem tudom, hát szóval nincs jelentősége szerintem. Értem. Akkor azt kérdezném, hogy a Kis Valentinónak a megszületése, vagy fogantatása, tehát hogyan kezdődött, mi volt az a alapvető kis indíték, valami, ha ezt fel tud idézni, amiből aztán megszületett ennek a filmnek, maradjunk abban, hogy a terve. Hát kísértetiesen emlékeztet a mai időkre. Emlékszem, az egy olyan állapot volt, amikor elkezdtem írni, hogy na most ide leülök a konyhaasztalhoz, és van egy jó pár papír előttem, és akkor valószínűleg nem hagyom magam békén addig, amíg meg nem írom. Egy forgatókönyvet, igen. Mert már nagyon sokadik anyagból, szóval nagyon sok mindent nem fogadtak el, illetve hát semmit, és én folyamatosan írtam a forgató, meg mindenféle anyagokat. Hát akkor úgy volt kicsit, mint most, hogy szórakoztak az emberrel, hogy nem tudom, hogy igazából milyen szempontok érvényesültek, hogy mi volt az, ami egyszer csak Szami jó volt, másrészt Szami az én esetembe bekattant, hogy ezt lehet. Ugye akkor ez pont a Hunnia filmstúdió volt, nem tudom, hogy az mond-e ma valamit bárkinek, és ott az... 4 játékfilmstúdió közül az egyik. Igen, és akkor ott azt ketten uralták, a Körlő elvtárs, meg a Simó elvtárs, és mondják, hogy nagyszerű. Aztán, mikor a Simó átvett egy osztályt a főiskolán, hogy az milyen nagyszerű volt, én nem tudom, hát én csak arra emlékszem, hogy ez a 2 elvtárs velem összehangultan folyamatosan szórakozott. Ugyahogy a többi stúdiók is. Hát elnézést ezekére.
dolgokért. Nem, nem túl sok jó szavam lehet a filmgyártásról. Igen, bár mondjuk a maival összehasonlítva az egy még ezzel együtt is egy ilyen meleg akkorra emlékeztetett. Néha ott lehetett, mit tudom én, a filmgyárba találkozni valakivel és beszélgetni, ma már azt hiszem, hogy ezt nem lehet. Hát mert szét is szólódott a filmgyárba. Igen. Egyrészt a filmgyár sincs tulajdonképpen, másrészt beszélgetni se lehet, úgyhogy ez a két feltétel hiányzik. Ugye most mondtad ezt a rossz élményedet, és én emlékszem rá annak idején, hogy ez így úgy terjedt is, hogy a jeles fája a Hunniának, és a Hunnia fája igen, jelesnek. Tehát valahogy az, amit te akartál csinálni filmként, az nem kvadrált azzal, amit igen. A magyar filmgyártás filmként elképzelt. Igen, én nem hiszem, hogy én nem, legalábbis nem éreztem, hogy ennyi jelentőségem lett volna akkor, mint ami ebben a szólásban benne van, igen, de bocsánat, csak ennyit, igen. Kaptál-e segítséget valakitől, akár a Hunniában, akár filmes kollégáktól, vagy filmen kívüli barátoktól, hát akikkel meg tudtál beszélni valamit, vagy... Hát annyi, hogy beszélgetni lehetett, igen, de mondjuk azzal vigyázni kellett, hogy mélyen ne. Szóval mi szakmai dologba, vagy bármi, hogy mélyebben ne menjen bele az ember, és ez a rutin úgy kialakult. Úgy érzed, hogy azzal kiadtad volna magadat, ha mélyebb dolgokat elmondasz a filmtervezőről? Nem, csak nagyon hamar komikus helyzetbe került az ember, hogyha azt hitte, hogy szó van valamiről, és akkor abba véletlenül belement volna az ember, az úgy, mint tulajdonképp hasonlóan ahhoz, ahogy ma nem éri meg, szóval nem kell. Fel tudsz idézni bármit azokból az érvekből, vagy amivel téged győzködtek, hogy esetleg ne így csináld, hanem úgy, és ne ilyen legyen, hanem olyan? A kész filmről beszélsz, vagy a folyamatban levő filmről? Akár melyikről, amelyik fontosabb. A forgatókönyv írás idején ilyen nem volt. A vágás idején elkezdtek, hogy ez hogy történik, vagy hogy történt, akkor nem tudom, de elkezdtek bejárni a vágószobába a kollégák, és véletlenszerűen úgy oda vetettek egy-egy pillantást, vagy aztán volt olyan is, hogy beküldtek kollégákat, és akkor barátilag elmondták a véleményüket. De hát aztán ez nagyon rossz modorom van különben is, és hát ilyen helyzetben pláne, úgyhogy akkor ezek a kollégák aztán elmaradtak. Úgyhogy már a mondandójuk már csak az úgynevezett elfogadáson jelent meg újból. Amikor is hát elmondták, hogy ezt a filmet nem kellett volna, és így tovább. Hát ehhez képest látni fogjuk a filmet, hála Istennek. Végül is aztán tettek olyan feltételt, hogy ezt vágd ki, vagy rakjál bele, vagy valami, és akkor lehet bemutatni, vagy ez, amit itt látunk, ez azért nagyjából a rendezői változat? Igen, ez a rendezői változat, de van egy 12 pontból álló micsoda utasítás, a mai napig megvan valahol, amit a Köllő és a Simó írt alá, hogy ezt is ezt ki kell vágni a filmből. Hát én nem vágtam ki ezeket, viszont részben a vágás idején történt eseményeket, tehát ezekkel a úgynevezett konzultációkkal, részben meg az ehhez hasonló ilyen utasításokkal egy olyan hangulatot sikerült teremteni, hogy azt a változatot, amit igazából szerettem volna ebből az anyagból kihozni,
hogy tudnék az elágazásokat, azt benne hagyjam, és ilyen módon négy és fél órás film lett volna, hogy erről úgy éreztem, hogy nagyon kedvezőtlen a helyzet, és hogy erről le kell mondanom. Mert ugye itt volt, az nem tudom ma hogy van, vagy van egyáltalán ezzel kapcsolatban valamilyen tendencia, akkor tízszeres ráforgatás volt, nyilván ma annyi szoros ráforgatás van, amennyi kijön a költségvetésből, gondolom én. Akkor volt ilyen 7-20-10-szeres ráforgatás, ugye elfogadotta, szóval elfogadva, és mi mindent egyszer vagy kétszer vettünk fel, mert ugye ezekkel a színészekkel nem kellett ismételni. Kétszer azért vettünk fel valamit, hogy ugye a labor beszakad, meg na ez nagyon fontos, vegyük fel. De nem is nagyon volt érdemes, nem is volt nagyon szabad kétszer felvenni, mert az megzavarta ezeket a színészeket, mint hogy ezek nem professzionális színészek. És tehát ilyen módon egy csomó anyag felszabadult, és így forgatás közben jött az az ötlet, hogy a mellékszereplők, mint hogy ez eleve nekem egy nagyon határozott képzetem volt a filmezésre, hogy az úgynevezett mellékszereplők főszereplők a maguk életébe, mint az úgynevezett főszereplők, tehát csináljuk meg az őtől, tehát szőjük bele a fiú, az úgynevezett fiú alaptörténetébe, ilyen elágazásszerűen az nagyon sok mellékszereplő saját történetét érzékeltessük, és ez nagyon érdekes anyag lett. Azt hiszem itt már csak a taxisofőr elágazása maradt a filmben, akivel elmegyünk, és ő hazamegy, és a saját epizódja lejátszódik. Ilyen epizódok átszőtték a dolgot. Na, szóval azt akarom csak mondani, hogy olyan hangulatot tudtak teremteni, hogy én nem is mertem előállni ezzel a 4,5 órás változattal, és akkor... És hát ma már nem lehet rekonstruálni. Hát igen, szóval az ember olyan hülye ilyenkor, hogy az nem is tudom elmondani. Első filmes rendező voltál. Szóval, de hogy eltettem volna egy snittet, vagy bármit, vagy bárki eltett volna, szóval ezt nem is értem. Kardos Sándor fényképezte ezt a filmedet, vele is együtt voltunk az Ötvös Egyetem Amatőr Filmklubjában. Ez teljesen evidens volt számodra, hogy mint barátod, és akivel egyfajmán gondolkodtok, hogy ő lesz az első filmed operatőrje, gondolom. Persze. Neki is az első filmje volt ez, vagy csinált másikat a gyárban? Erre most hirtelen nem emlékszem. Talán ez a második volt. Második, értem. Kellett-e valamit mondanod neki, hogy milyen módon csinálja? Nem, hát abban megállapodtunk, hogy a figura és a helyszín, tehát a figurák vagy a figura és a helyszín együttese adja a képet. Tehát, hogy amiből az következik, hogy teleobjektívet nem használunk, hogy közelik nincsenek, és hát egyáltalán a snittelésre kihat ez az alapelképzelés, hogy kvázi teatrális, hogy minden beállítás, mint egy színházi jelenetnek a totálja kvázi jelenik. Értem. Azt hiszem, hogy itt akkor most félbeszakítjuk a beszélgetésünket, és András pedig itt lesz velünk a film után is, és akkor beszélgetünk, és akkor meg lehet tőle kérdezni, amit bárki meg akar kérdezni. András, köszönöm. Köszönöm szépen.